Az előzőekben adtuk át a felújított épületet. Dr. Kállai Mária kormány megbízottal beszélgetünk, hogy tetszik az épület. Hát nagyon tetszik, nem nagyon régen, múlt héten, két hete kijöttünk megnézni, már akkor a kollégák készültek arra, hogy átköltözhetnek, hogy otthonossá teszik. Úgy gondolom, hogy ha ránézünk el az épületre, és egy picit visszaemlékszik a két lakik két évvel ezelőtti állapotára, én soha nem felejtem el azt a téli napot, amikor Horos Juliannával itt álltunk az épület előtt, és azt mondta, hogy nézzétek, ez az épület jobbra hivatott. Ezt az épületet meg tudnánk tölteni tartalommal, élettel, és a gondolatot hivatalvezető asszony elkötelezett gondolatát tettek, követték, és Fazekas Sándor miniszter úr, a térség országgyűlési képviselője, és Varga Mihály miniszter úr élére álltak a dolognak, kiemelt beruházásra nyilvánította a kormány, és a megvalósulásnak a pillanataiban adhattuk most át ezt a gyönyörűséges épületet. 35 kollégánknak, 4 osztályunknak biztosít kulturált munkakörülményeket. Én úgy gondolom, hogy egy munkavégzés teljesítményénél az embert nem írja fölül semmi a legfontosabb, ám de ügyfeleknek is, és a munkatársainknak is jó az, hogyha szép, világos, reményeim szerint majd teljes mértékben klimatizált környezetben lesznek. A falak állnak, tisztaság van, rend van, az informatika működik, a kollégák itt vannak, ahogyan látjuk, ügyfelek is most vannak. Én azt kívánom, hogy karcagjárás, valamennyi állampolgára, cége, ügyet intéző embere lelje meg benne örömét, mi nekünk legfontosabb valóban az, hogy az állampolgárok, az ügyfeleink elégedettek legyenek velünk, illetve fontos az, hogy a kollégáink teljesítményét egy ilyen szép környezet is erősítse. Jó volt ezt megélni, hogy jött egy gondolat, és nem elveszett, hanem az eredményét ma átadtuk. Reméljük, hogy legközelebb pedig arról tudunk beszélni, amiről korábban beszéltünk, hogy megnyílik a kormányablak is Karcagon. Erről tudunk-e már újabb információt? Folyamatban van a tervezése. Úgy gondolom, hogy jobb azt mondani, hogy reményeink szerint ebben az évben, de biztos vagyok benne, hogy a jövő év elején, de én abban bízom, hogy hát ebben az évben ez is meg tud valósulni. De el kell mondani azt is, hogy a megyében jövő héten pénteken, itt a szomszédjárásban, Kunhegyesen fogjuk átadni a kormányablakot és a foglalkoztatási osztálynak a volt munkahogyi központnak a megszépült ügyfélterét. A megyeszékhelyen is épül-szépül a kormányhivatal, úgyhogy összességében, hogyha egy megyei kitekintést veszünk, akkor el kell mondanunk, hogy haladunk a környezetünk szépítésével és jobb körülmények biztosításával is. Akkor reméljük, hogy még idén találkozunk egy következő avatáson. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és még egyszer használja mindenki jó egészséggel! Polgármesterrel beszélgettünk, hiszen átadták a járás új felújított épületét. Ön az előbb elmondta, hogy szomszédként végigkísérte az egész építkezést. Mit szól ehhez a mai jeles naphoz? Hát mindenképpen nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem olyan régen voltunk egy bejáráson hivatalvezető asszonnyal, akkor már a mesterek jó része levonult a terepről, de még nem volt berendezve a hivatal. Most már teljes pompájában szemlélhettük meg, és végül is nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy egy 250 milliárdos beruházás készült el itt Karcagon. Ezzel is könnyítve az itt élőknek, a ügyes-bajos dolgainak az intézését, sőt nem csak az itteniek, hanem még a környékbélieknek is nagy könnyebbség ez, hogy Karcag központjában egy szép, új, modern járási hivatal áll rendelkezésükre. Reméljük, hogy arról is hamarosan beszámolhatunk, még legalábbis ebben az évben, hogy a kormányablak is elkészül, hiszen kormány megbízott asszony mondta, hogy esély van erre is. Hát nagyon komoly tervek vannak, és tudomásom szerint rövidesen elkezdődnek a munkálatok, ami a Városháza épületében fog megtörténni. A bejárattól balra eső részen kerül kialakítása a kormányablak. Remélem, hogy ott is nagyon gyorsan, precízen fognak végezni a munkálatokkal, hogy minél hamarabb rendelkezésére tudjunk állni az oda betérő lakosoknak, tudják intézni az ügyeiket. A megnyitóban elhangzott, hogy nagyon fontos dolog volt az is, hogy karcagi vállalkozók végezték a beruházást, tehát ők is tudnak nagyon jó minőségi munkát végezni. Úgy gondolom, hogy ezt ön is megerősíti. Természetesen már korábban is számtalan beruházáson vettek részt karcagi vállalkozók, de ilyet, hogy csak karcagi vállalkozók egy projekten belül szerepeljenek nagy békességében, nagy összehangoltságban még valóban nem volt példa. Reméljük, hogy sok ilyen követi ezt az eseményt. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen!
Köszönöm a lehetőséget. Kovács Zoltán államtitkár úrral beszélgetünk, beszédében elmondta, hogy ön pápaiként irigykedik most a Nagykunság fővárosára. Ez valóban így van, mert egy régen épült épületből egy szép újat varázsoltak a helyi mesteremberek, ami külön dicséretes, hogy helyi vállalkozókkal készítették el ennek az épületnek a felújítását, amely azt gondolom, hogy minden igényt kielég itt az ügyfelek szempontjából nézve, hiszen infokommunikációs rendszer van bent, tehát a látássérültek számára is ad el igazítást, kulturált irodák vannak, megfelelő parkolóhely, meg lehet állni, tehát minden együtt van ahhoz, hogy az ügyfeleket jól kiszolgáljuk. Elmondta, hogy folytatódni fog folyamatosan a közigazgatás korszerűsítése és modernizálása. Így van, hát évvégéig szeretnénk 270 kormányablakot átadni, összesen ennyi lesz, most tartunk a 112-nél, úgyhogy a jövő héten még kettőt átadunk, és folyamatosan haladunk évvégéig. Ezen kívül az informatikai rendszerbe szeretnénk jelentős előrelépést, így például az ügyfélhívó rendszernek a rendbetétele, ami az ügyfelek szempontjából egy kardinális kérdés, a elektronizált ügyek szempontjából egy előrelépés következik, hiszen 40 ügy típus lesz az, amelyeket elektronikusan lehet intézni, azaz otthonról, és hát az ügysegédi rendszert is felszereljük olyan informatikai eszközökkel, hogy gyakorlatilag 2600 közös hivatal van ma Magyarországon, a közös hivatalokban az állami feladatokat el tudja látni egy ügysegéd, gyakorlatilag egy kis kabot cipel a táskájába egy olyan informatikai eszközt, amivel nem csak kérelmeket tud befogadni, hanem több ügyet helyben el is tud intézni. Emellett fejlesztjük a tudástárnak nevezett informatikai rendszert, amely napra készen tartja a jogszabályokat, hiszen ma már a kormányablakok közel 400 típusú ügyet intéznek, azt egy ügyintéző nem tudja fejbe tartani. Ez a tudástár ad neki segítséget az eljárási időkről, különböző napra kész jogszabályokban nyújt eligazítást, tehát azt gondolom, hogy az elsődleges ügyintézés irányába sikerült elmozdítani a rendszer, de hát van még sok teendő. Akkor én ehhez sok-sok pénzt kívánok, hiszen azért ez nem 2 forintba fog kerülni, és azt, hogy Karcagon is találkozunk még idén, hogy a kormányablakot át tudjuk adni. Igen, szeptemberre tervezünk a kormányablakot, ha lesz lehetőségem és meghívna, akkor jövök, és valóban nagyon sok Európai Uniós forrást állítottunk be ebbe a rendszerbe, hiszen egy minőségi előrelépést jelent a ügyfélkiszolgálás terén, ezt az Unió támogatja, természetesen a kormány is hozzájárul hazai forrásokkal. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Dr. Fazekas Sándor főnösi miniszter úr beszédében annyit mondott, hogy nagyon sajnálja, hogy polgármesterként nem tudta ezt a beruházást megvalósítani, de nagyon örül annak, hogy kormánytagként viszont tudta támogatni ennek az épületnek a felújítását. Karcag járási székhely, és ezt a szerepet erősíti ez a 4 milliárdos beruházás, hiszen 250 millió forinttal a volt Tigás székházban a járási hivatalnak fontos részei foglalták el a helyüket. Földhivatal, a népegészségügy, az élelmiszerbiztonság főállatorvos és az építésügy is itt várja az ügyfeleket. Kulturált körülmények között megfelelő parkolóhelye, jól megközelíthető itt a belvárosban, itt még könnyebb parkolni, mint a Városházánál, és én örülök annak, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya ezáltal is támogatta a karcagi járás Karcag városát, hogy ez a fejlesztés, ami a megyében a legnagyobb közigazgatási beruházás ebben az évben, itt valósulhatott meg. Pedig azt reméljük, hogy a kormányablakot is meg tudjuk nyitni, hiszen elhangzott, hogy az is hamarosan kezdődik. Ezzel azt gondolom, hogy a karcagi járásban élők egy 100%-os megújulást tapasztalhatnak majd közigazgatási vonalon. Az emberek kényelmét szolgálja az, hogy az ügyeiket tudják intézni közvetlenül, elektronikusan, egy helyen, többféle ügyet is akár, hiszen felgyorsult a világ, és vannak olyan dolgok, amiket még kézírással töltögetünk ki, de van, ami elektronikusan is megy. És a mostani közigazgatási reformnak pont az a lényeg, hogy lehetőleg egy helyen legyen minden, a járásnál legyen a legtöbb közigazgatási feladat, és ebbe illeszkedik ez a beruházás sorozat is, hiszen jól tudjuk azt, hogy itt Karcagon már korábban is az okmányirodánál volt fejlesztés, azt megelőzően egy új munkahelyi központ épült, most ezeken dolgozunk, és megkezdődött a rendőrség épületének a beruházás előkészítése. A tervezés megvolt, a megfelelő források ez rendelkezésának. Én bízom abban, hogy itt hamarosan, 1-2 éven belül az építkezést is láthatjuk. Én azt gondolom, hogy ez nézőinknek is nagyon jó hír. Reméljük, hogy akkor még sok-sok hasonló alkalmon fogunk találkozni.
hiszen az a város érdekét is szolgálja. Ipari parkban is vannak fejlesztések, úgyhogy a sorozat az folytatódik, és azon vagyunk, hogy a most megnyíló gazdaságfejlesztési programokból is minél többet tudjanak igénybe venni karcagi vállalkozók, karcagi gazdák. Köszönjük szépen! Köszönöm! Hodos Julianával, a járáshivatal vezetőjével beszélgettünk, először is gratulálunk ez a szép új épülethez, tényleg igazán szép lett. Belakták, azt is megnézhettük, tehát gondolom az elmúlt két hétben nagyon sokat dolgoztak azon, hogy át tudjanak időben költözni. Igen, köszönöm szépen, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ebben az új irodaépületben kezdhettük a munkát a mai nap folyamán, és hát nem csak az elmúlt két hét, hanem az előző hónapok, az öt hónap, ez egy igen fokozott figyelmet igénylő feladat volt, de minden kollégám maximálisan arra figyelt, hogy olyan irodákat alakítsunk ki, amely a következő időszaknak, elvárásainak megfelel, az ügyfelek igényeinek jó legyen, megfelelő ügyfélváró kialakuljon, mozgáskorlátozott feljárót tudjunk biztosítani, ügyfélhívó rendszer a rendelkezésre áll a földhivatalnál, tehát mindenre igyekeztünk eleget tenni a lehetőségeinkhez mérten. Ha jól emlékszem, 35-en költöztek át, a járás többi dolgozója pedig maradt az eddigi megszokott helyükön. Így van, 35-en költöztek át, tehát a négy osztály, a további négy osztály, mégis a járási hivatalunk 8 osztályból áll, tehát a négy osztályból 3 maradt a városházán, egy pedig ugye a munkaügyi kirendeltség a Madarasi út 27 szám alatt továbbra is, nekik is az nagyon szép, korszerű épületben folytatják a munkájukat. Tehát a gyámügyi osztály maradt a városházán, a hatósági osztály és az okmányirodai osztály, tehát ők változatlanul ugyanazokkal a helyszíneken, ügyfélfogadási idővel, elérhetőséggel állnak a ügyfelek rendelkezésére, míg a négy osztály, aki átköltözött ide a Ady Endre út 4 szám alatti épületbe, nekik megváltozik a telefonszámuk, az elérhetőséget igyekszünk hírelni mindenféle helyi hírmondóban, a tévében, a honlapokon, a kormányhivatal honlapján megtalálható az új elérhetőség, és ebben megértését kérem minden ügyfélnek, hogy megváltozott, hisz egy új korszerűbb telefonrendszer áll a rendelkezésünkre, és ebből adódóan nem tudtuk a régi telefonszámokat vinni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki meg fogja érteni, hiszen ez az ügyfelek érdekében is történt ez a beruházás. Én jó munkát kívánok önöknek, sok-sok elégedett ügyfelet a következő hetekben, hónapokban. Hát ezt én is nagyon szeretném, és ahogy az ünnepségen is elhangzott, mi nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy a karcagi járási hivatal is egy olyan szolgáltató hivatal legyen, amely úgy tudja az ügyfelek ügyeit intézni, vagy biztosítani, hogy az ügyfél elégedetten távozzon, tehát gyorsan, lehetőségekhez mérten, a legpontosabban és szakszerűbben tudjuk elintézni a ügyeiket. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen!